És a sárga mellényt viselő között rengeteg nőt láttok. Ezek vagyunk mi. Helybéli családanyák. Nem tudom bezárni, nem baj. Jó lesz így. Lehetünk. Okay. Tulajdonképpen onnantól kezdve, hogy megtudtuk, hogy itt fog épülni az akkumulátorgyár, elkezdtünk aggódni, és elkezdtünk posztolgatni a helyi Facebook csoportban, elkezdtünk beszélgetni a témában, és akiken látszott, hogy komolyabban már elmélyültek ebben az ügyben, kutattak, olvasgattak, velük összeültünk, és elkezdtünk tovább beszélgetni, feszegetni a témát, és tulajdonképpen az a csoport, az a kemény maga, az együtt is maradt, és most jutottunk el odáig, hogy megszervezzük ezt az eseményt együtt. Hú, én nem hoztam amúgy mellé. Hello! Izgalomban elfelejtettem hozni mellé. Nem, adok. Jó. De mi Kepércsen azokkal az anyukákkal, akikkel ezt megszerveztük most, eddig nem is ismertük egymást, és ez az egyik legszuperebb dolog ebben az ügyben, hogy így összejöttünk aggódásunk révén, és egy nagyon, nagyon jó ügyért megyünk most Debrecenbe, és sétálunk együtt, és nagyon örülök, hogy ennyien itt vagyunk, hogy most csak ez számít. Hát nagyon szeretjük ezt a települést, a mi kis községünket. Nagyon sok kisgyerekes család költözött ki ide az utóbbi években, úgyhogy nagyon megfiatalodott is. Nagyon nem szeretnénk ezt az akkumulátorgyárat, mert nagyon félünk, hogy ez nagyon szennyező és káros lesz. Mert ahelyett, hogy a napjaimat azzal tölteném, hogy a családom életét rendezem, a gyerekekkel játszom, mesélek nekik, óvira és bölcsire készítem őket, tüntetést szervezek. Hónapok óta egyéb sem jár a fejemben, csak a gyár, meg a gyár. Eleinte elmentem mellette. Persze, persze, mondom, elektromos autó, zöld világ, hát kell hozzá gyár is. Aztán jöttek a szavak. Mérgező, kiszivárog, robbanás, göd. Addig ezek ismeretlen szavak, események, történések voltak. Keserű volt a felismerés, hogy a zöld az nem zöld, hanem fekete. Tudatlanság, tájékozatlanság, elismerem. És az is nagyon igaz, hogy az ember akkor kezd el valamivel foglalkozni, amikor a saját bőrén kezdi ezt tapasztalni. Duplán vagyok érintve ebbe a akkumulátor témába, környezetszennyezés, víz, föld, a fiam még Gödön laknak, én Debrecenben, tehát úgy éreztem, két kisunokám van, hogy valamit tennünk kell, hogyha nem akarjuk, hogy a tönkre menjen teljesen Debrecen is. Én azért vagyok itt, mert úgy gondolom, hogy ebben az országban minden magyar állampolgárnak van dolga ezzel. Ez nem Gödi ügy, nem debreceni ügy. Ebbe a 93.000 négyzetkilométerbe, ebbe a kis országba több mint 20 akkumulátorgyárat akarnak felhúzni. Titeket megkérdeztek róla, hogy akartátok ezt? Nem! Hát minket se kérdeztek meg. Hogyha nem lehetne megállítani, akkor nem jöttem volna ki, meg szerintem itt senki nem lenne itt. Úgyhogy van még remény, hogy megállítsuk ezt a beruházást. Mit gondol a népszavazási kezdeményezés? Hát ez egy jó ötlet lenne, de szerintem a kormánynak nem érdeke, hogy ezt végrehajtsa. Szerintem az országos érdeke népszavazás lenne a legjobb, mert az egész országnak össze kellene fogni, mert nem csak egy debreceni beruházás ez, hanem az egész országban, ha jól tudom, 22 ilyen gyárat akarnak építeni, ami az egész ország környezetét szennyezni, és ez nem a mi érdekünk, hanem a kínaiak érdeke. A sok hülyeség helyett erre kellene népszavazni. Nem az, hogy az óvodából az én kis unokám
elmegy fiúként, és aztán kislányként jön haza. Erről marhaságokról nem szabad volna szavazni. Ilyen komoly dolgokról kellene szavazni. Nem szabad hagyni, hogy akár kívülről, vagy belülről megúszták a csoportunkat. Nem szabad teret engedni olyan hangoknak, amelyek megosztanak minket, mert nem számít, hogy jobb vagy baloldali beállítottságúak vagyunk, vagy akár a politikától megcsömörlött emberek. Az akkumulátorgyár elleni küzdelem minden embertársunk, családunk, gyermekeink és az eljövendő generációk érdeke is. És egy nagyon fontos dátumra szeretném fölhívni a figyelmeteket. Ez február 13-a. Ez az a dátum, amikor a hatóság, a környezetvédelmi hatóság dönt, és még dönthet úgy, hogy nem engedélyezi ezt a szörnyet. Akarjuk, hogy beton legyen a termőföldjeink helyén! Akarjuk, hogy bárki fulladjon a mérgező levegőtől! Akarjuk, hogy magzatkárosító NMP párologjon felettünk, vagy szennyezze el a kútjainkat! Jöttem, Tilán! Itt leszek! Kút! Itt leszek! Göb! Itt leszek! Monor! Itt leszek! Nyíregyháza! Itt leszek! Miskolc! Itt leszek! Debrecen! Itt leszek!